Sziasztok, üdvözöllek benneteket, folytatjuk az ostromlós kis játékunkat. A 11. pályán tartottunk, ahol elméletileg majd egy tornyot kell lerombolnunk, hogyha minden igaz. Azt írja, hogy a toronynak az 50%-át kell megsemmisíteni. És hogyha jól látom, van ott egy pár íjász kollega, akik majd megkeserítik itt az életünket. Erre ki kéne találni valami jó dolgot, amúgy azon gondolkodtam, így az előző rész után, hogy a repülő dolgokat abszolút nem nézegettük meg, bár nem vagyunk azon a szinten, de nem tudom, ez pontosan hogy működik, nem? O betű, ilyen egyszerű. És ez repül. Mi lenne akkor, legutóbb használtuk ezt a remote bombot, ami elég nagyot robbant úgy összességében. Ezt a K-val kell majd felrobbantani. Hogy vinnénk egy kis kosárba ajándékot nekik. Most ezt így nagyjából megcsináltam, ebben lenne majd benne, ugyebár ez a remote bomb, ugye egy körbe, hogy az a kérdés, hogy ez így repül-e. Nem. Jó, akkor kéne valami erősebb felhajtó erőt csinálni. Ó, gyönyörűséges. Hát nem egy tipikus repülőgép, de ez a szerkezet képes arra, hogy repüljön elméletileg. És van rajta egy pár bomba, amelyek így beestek oda az erszényébe. És azokkal fogjuk megpróbálni ezt a tornyot lerombolni 50%-ig. Hát ezt meglátjuk, hogy sikerül-e vele. Na, mutatom, hogy hogy működik. Tehát elkezdünk repülni. Új, nagyon bedőlt. Most, ez az. Nice. Hát ilyen suicide akció. Na, hogy meghalt. Azok még ott íjásznak. Nem baj, mehetünk a következő pályára. Ez elég egyszerű volt. Bár a gépünk is határozottan fapados. El kell oda vinni egy wood pie-t. Ezt nem mondott komolyan. Kicsit sajnálom, hogy nem mentettük el azt a legutóbbi gépet, amivel ott rakosgattam össze-vissza a dolgokat. De nem baj, mert legalább most kreatívkodhatok egy kicsit. És hogy legyen benne valamilyen kis mechanizmus. Azt fogjuk csinálni, hogy a kar, ami majd elől lesz, és amivel majd föl le lehet pakolgatni. Na várjatok, mert ezt hátrébb kell húzni, arra is oda kell figyelni nyilván, hogy mennyire. Kell amúgy hátulra tőkesúly, úgyhogy azt is gyors megcsináljuk, tehát rakunk rá pár dolgot. Ez így biztos, hogy nem fog hátra borulni majd. És elől pedig kell ez a... Hol van az a grabber unit? Tudjátok, amivel meg lehet fogni dolgokat, ezt majd a V betűvel fogjuk tudni megcsinálni. És a kötelet fogjuk használni, mégpedig úgy, hogy ugyebár a kötelet engedjük, akkor lente fog menni, ha pedig felhúzzuk, akkor fentebb. Meg lehetne ezt rengetegféleképpen csinálni amúgy ezt a feladatot. Lehetne rá amúgy egy ilyen nagyobb emelő szerkezetet is építeni, lehetne biztos kompaktabbat is. Most ezt így fogom megoldani. Ezt mondjuk ide hátulra berögzítjük. Nem hiszem, hogy ennek különösebb problémája ott lesz. És annyi még, hogy hát ezt lehet, hogy ide oldalra is lekövő. Vagy nem is ott. Az oldalát is meg kell rögzítgetni kicsit, mert na az legyen, hogy itt majd a végén kibicsaklik a bokája, azt elesik. Jó, így elméletek kész is a gép. És akkor valahogy úgy kéne, hogy innen fogjuk így irányítani. Egy fa rakást kell csak feltennünk oda, úgyhogy az abszolút nem lesz nagy kihívás szerintem. Úgyhogy lássuk. Így szépen oda megyünk. Ezt meg is fogtuk. Hát ez aztán nagyon nehéz. Oké, ezt felemeljük. Ups, csak nem arra kell kanyarodni. Még elfelejtem, hogy nem megy vissza. És meg is van. Hát hogy azért ez így nehéz feladat volt. Lássuk a következőt. Ki kell nyírni a birkákat, ez a feladat? Ez most valami vicc? Az a helyzet, hogy a birkák azok úgyis közel fognak jönni. Elmentem a rakodómat. Szerintem nem nagyon kell magyarázni, hogy ez a gép hogy fog működni és mit fog csinálni. Tulajdonképpen egy masszív, hát már amennyire ez a kis háló szerkezettel masszív lesz a gép. Egy masszív kis guruló körfű rész ez az egész. Úgyhogy hát a bárányok 80%-át... Ja, várjátok, ott fent is van bárány. Nem majd, mert valahogy lehúzzuk őket onnan. Vagy lehet ágyú is kéne. Tettem még rá pár ípuskát, hogy ami magasabban van bárány, azt is elérjük esetlegesen, hogyha úgy alakul. Egy picit instabil lett a szerkezet, ahogy látom. Na várjatok, hopp. Na persze, hogy inverz irányítást csináltam, mint mindig. Pedig egyszerűen lehet ezt változtatni, de nekem ez mindig sikerül. És pont nem úgy fordul, hogy az jó legyen. Már jönnek a bárányok. Ups. Most pont nem lövünk el odáig, nem baj. Megyünk is közelebb, gurulunk. Kicsit ilyen pattogós a szerkezet, mondjuk érthető okoknál fogva, de... Várjunk, megfordulunk. Oké, az ott megvan. Még egy megvan.
Bárányok vannak ott a háttérben, saját maguktól halnak meg amúgy, tehát én nem is kellek oda. Megnézzük ezt a grapshot kanont. Újúj! Újúj, kitörött egy darab belőlünk. Hát ez nem igazán akar tüzelni az az ágy ott fent. Hiába nyomogatom, hát az ott bebugolt szerintem. Jó, még egy pár bárányra szükségünk lenne. Jó Istenem, hol vagytok, barik? Ó, ez az. Jó, hát köröztem egy keveset, mire az összes bárány meglett. Ez egy ilyen fura feladat volt. Szerencsétlen barik. Nem baj. Hogy... olyan gépet kell építenünk, ami át tud ezen menni. Oké, ezt a gépet kukázom, mert amúgy nem lett olyan jó. És építünk egy kicsi és páncélozott gépet. Most ugye az lesz a lényeg, hogy mozgékonyak legyünk, és át tudjunk menni ezeken az akadályokon. Mindenféleképpen megemeljük a gépnek a hasmagasságát egy kicsikét. Az a terv. És körbe fogjuk páncélozni. Tehát ez lesz az alapgép. Ez brutál egyszerű szerintem. És most ezt kéne páncéllal körbevennünk. Na most ilyen páncélozott dolgokat nem nagyon építettünk még. De például kerékre lehet tenni ilyeneket. Illetve van ez a fémpáncél, amúgy ez elég nehéz dolog. Hogy ez még experimentálban van ez a dolog itt. Most az lesz itt a kérdés, hogy így ettől hogy fogok tudni majd kanyarodni. Itt lehet az oldalát rendes páncéllal végigrakjuk. Illetve, mivel lőni fognak minket szerintem folyamatosan az íjászok, itt a tetejét is végig kell. Ez egy guruló páncélkocka lesz. Bocsát, téglalap. Mert ez inkább téglalap alakú. Így mi szépen. Úgy védve lesz. Hát mondjuk a kerék szélét eltalálják, az nem tudom, megsérülhet-e. Na majd ez mindjárt kiderül, mert ezzel kész is vagyunk. Úgyhogy lerakjuk így a földre. Ekte ki a szélére. És lássuk, hogy működik-e. Persze, hogy inverz irányítása van, hát nem hittem el. Hogy merre forduljon a kerék, ezt hogy mindig elrontom. Nem tudom, hogy miért, pedig annyira nem egy bonyolult dolog. De mindegy, elméletileg mosó, nagyon-nagyon nagyszerű. Oké. Ó, már lőnek is minket, hát ezt lőhetitek. Ezt meg se fogja hatni ezt a szerkezetet. Az, hogy ti lövitek éppenséggel, jó. Oké, egy megvan, és a túloldalra kell át. Mert remélem nagy akadály amúgy nem lesz. Nitrót nem hoztam. De szerintem ennyi. Kiesett belőlem egy darab? Jó, oké, igazából át lehet esni, úgyhogy ezzel nincs probléma. Elfoglaltuk a területet. Szuper. Az ijászokat Destroy. 60%-ot? Vannak ijászok? Hát ha berontunk. Támadás! Ratata. És ez is számít amúgy. Hagyjad már, hát a guruló kockával elintézek mindent. Mivel nincsenek íjászok, ezért lángszóró a gyalogság ellen szerintem elég lesz, illetve lehet a kisebb házakra is. Úgyhogy az nekünk tökéletes. Illetve arra gondoltam, hogy ilyen lecsatolható, ugye mutatom, bombákat fogunk elhelyezni az épület, vagy hát itt a kapu aljában, és azokat fogjuk felrobbantani, ezen kívül meg még ágyukat is szeretnék majd rátenni. Itt a mechanikában van ez a decoupler. Igen, ez. Erre lesz nekünk szükségünk. És teszünk ide ilyen kis tárolóedényeket. Vagyis hát nem is kell ezt így. Csak így simán. Ez. És nem kell ilyen tárolót csinálnom, tök felesleges. Itt az armorosban van ilyen, amiket ide ráteszegetek, csak az oda nem fog odaférni, úgyhogy ezt egyre szélesebbre kell tenni. És akkor ebbe kerül, ugye ez a... Hol van ez a remote bomb? Itt van. Remote grenét, bocsánat. Ez csak oda tolatunk. Kidobjuk, és akkor már megyünk is. És szerintem még lesznek ágyúink. Egy valag ágyú. Úgyis az van, hogy ezzel egyszerre kell majd tüzelni. Akkor már legyen annyi, amennyi ráfér. Ezzel majd a C-vel tüzelünk, a decouplert a J-vel nyomjuk le, a flame towerok az Y-nal működnek. Raktam rá pár rakétát, na most ez nem valószínű, hogy sokat sebez, de megnézzük. Oké, ez mondjuk azért elég hatásosnak tűnt. Az ott kúszik a földön! Ne! Hát ne kússzál már, koma. Oké, rendítsen. Nem sokat ért a rakéta, de valamennyi azért segített. Hú, ott amúgy felgyújtottunk kb. Mindent. Jó, ő menekül. Kigyújthatjuk amúgy a házat is, szerintem. Így van. Még jön egy kollega, illetve még ott van kettő. Bocsát, az épület mögött is van egy.
Ezek felgyújtanak maguktól mindent, sokszor nem is kell csinálni semmit. Ne! Én is kigyulladtam. Nagyon gyorsan rá kell tolatni. Oké, decoupler. Ez az! Island destroyed! Ezt már láttam úgy a járművünk is. Kaptam valami achievementet. Na, nézzük meg, melyik a következő pálya. Ó! Tolbül. Azt nézzétek, az repül. Fú, itt azért lesznek jó dolgok. Ez az első, ez a 16-os, bocsánat. Hogy 16, tehát a 15 volt eddig. Ez nagyon menő. Na, hogy néz ki itt a pálya? Hűha. Te ezek milyen kis katonák? Itt felolvassák itt a törvényt. Látját? Ez dudált. Na mindegy, megnézzük amúgy, hogy mit kezdenek ezzel a masinával. Hello? Minket itt vártak, szerintem. Amúgy nem tudom, mit kell csinálni. Megjöttünk, azt egyből rendet bontunk. Ups, bocs. Ne, elejtem a bombáimat. Ez így nem lesz jó amúgy. Aja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 j
Oké. Hát ezzel annyi volt a probléma, hogy kicsit szétesett a gépezet, de még tudunk tüzelni, tehát azért még nincs minden veszve. Mert van még egy ilyenünk. Hát ez így ennyi volt. Itt kicsit többet kell rombolni. Mi a feladatom mondja? Az, hogy csak a lovagokat kell megölni. Lecseréltem az ágyukat ípuskákra, nyilván mivel a lovagokat valószínűleg azzal le tudjuk szedni. Továbbra is maradnak ezek a kis rakéták, illetve a lángszóró, mert ezek nem csinálnak semmit igazán. Trombitálnak úgy össze-vissza. Hát... ezek eléggé kapták kapásból. Jó. Most azt mondja, hogy... bocsánat, ne haragudjon, de menjen már odébb, hogyha... íh, ne kigyújtott! Jó, akkor kezdjük előről. Hát még egyszer. Jó, hát ez ilyen kis tűzi játékeffekt mindig. Vigyázzuk kell, mert saját magunkat kigyújthatjuk, az meg tök kellemetlen. Oké, ő is. Jó. Jajaj. Azt hittem, hogy leesett rólunk valami alkatrész, de nem. Jó, ő is megvan. És most ami problémásabb lesz, hogy kettő fent van ott a toronyban. Oké, egy megvan. Mármint, hogy egyszer eltaláltam. Bakker, azért hogy menjünk oda? Már itt a körbe kell kocsikázni. Kéne nagyobb kerék, mert itt az a törmelékekben simán... júj, fennakadunk. Nagyon offroad. Hopp, egy megvan, és elméletileg még a túloldalt lesz egy kis lovag. Hups! Ezt a trombitás srácot még azért csak elintézzük. Nem tudok ráfordulni, ez úgy baj. Oké, egyet kapott. Megvan. Jó, oké, rendítsen. Én nem tetszett, hogy nem védekeznek, mert így annyira nem volt nehéz azért őket megölni. Mondom, majd a következőbe... Flock. Ezek a sirályszerűségek lennének azok? Engedjétek meg, hogy bemutassam nektek a sirályvadász 5000-et, amelynek annyi a lényege, hogy... hát ezt a rengeteg crossbow-t tulajdonképpen bármilyen szögbe be lehet állítani, és onnantól kezdve az eget is lehet akár vele lőni. Persze van egy olyan maximális dőlés szög, én azt mondom, hogy olyan mínusz 75 plusz 75 fok a biztonságos dőlés szög, de ez még nem lett letesztelve. Csak most annyit már leteszteltem, hogy ugye úgy van beállítva, hogy ellentétesen mozogjanak ezek a kötelek, így ameddig az egyik tol, addig a másik húz. Így szépen ide befordulunk. Így el is tört. Nem mondod, hogy ez így nem jó. Tudjátok, mi lesz a probléma a sirályvadásszal, hogy nem lángszóró van rajta. Picit aggódom, hogy alacsony lesz, de remélhetőleg a tűz elég magasra felmegy, meg majd adagolgatjuk neki a cuccost, és akkor az úgy csak jó lesz. Az a baj, ugye, hogy nagyon nagy a súly középen. Mindegy, előbb megérkezünk a tett helyszínére. Egy pár sirályt már a jelenlétünkkel is el tudunk intézni, és miután... látjuk az érkezésüket. Opp, ott a tűzlabda! Oké, zuhanjatok csak. Így szépen. Esnek azok lefelé. Azért nem akarom nyomni, mert szerintem véges a tűz. Oké. Júj, nagyon szépen esnek lefelé. Még nagyon sok van belőlük, az a baj. Már viszont nem érek föl odáig. De most mi lesz? Kifogyott a tűz!
Kifogyott a láng a szerkezetből. Ez baj. Hát a sirályfogó 5000 után itt a következő szerkezet, amiben egy kicsit több reményem van. Ez igazából egy sirályháló lesz, ami ugyebár az előzőleg látott, hogy beleütköznek magába a gépbe, effektet fogja kihasználni. Már kicsit magasan repülnek azok a sirályok, de láthatjátok, hogy jönnek, és akkor hopp, beleütköznek. És akkor így... Felfogjuk a sirályokat, persze most ülünk és várunk. A tetejére amúgy lehet, hogy haj, úristen, bakker, ezt az ötletet elfelejteni. Azon kívül, hogy felemeljük ezt a falat és megállítjuk az alulrepülő sirályokat, a fölül lévőket pedig le fogjuk pörkölni az égről. Úgyhogy ez a terv, mert az ezzel a probléma, ezzel a sok sirállyal, ugyebár, hogy ott van az a gyönyörű épület, és telekakíják, úgyhogy el kell őket távolítani itt a helyszínről. Azt nézem, hogy pár piszton alul kibugol, de ezzel szerintem ne is foglalkozzunk most. Oké, ezt így megnyomjuk, egy párat leszedünk. És akkor néha oda pörkölünk egy kicsit. Akkor át akarnak menni sokan, csak ugye ezt is óvatosan kell. Hopp, 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 hopp. Na ez már biztatóbb. Hát igazából most már nagyja ég. Bakker. Jó, én is égek! Gyerünk még, ami a csövön kifér! Úgy gyertek, 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 gyertek! Oké. Hát, ez is nem... Egy ilyen pici múlik. Hát a... Bakker. Egy pár sirály úgy döntött, hogy ő kigyújtja a gépet magát. Most picit többet várunk, mert esélyes, hogy amik így beleütköznek, akkor jön a nagyobb. Nem tudom, mitől gyulladtunk ki. Vagy visszaestek, vagy én nem tudom. Oké, óvatosan. Akkor most, amikor jön ezt itt végig. Oké, jó. Még egy picit hátrébb kéne gurulnunk. Ott van egy nagyobb raj, amit még nem kaptam el. Így, úgy, oké, oké, jó. Na ez most már, hogyha azok leesnek, csak meg lesz. Jó, megvan. Oké, a sirályvadász. 6.121 győzedelmeskedett. Fú, nem tetszik ez a játék, hogy lehet itt kreatívkodni. Ploing. Ez egy repülős pálya. Hát én erre nem vagyok felkészülve, srácok, az a helyzet. Destroy 2 Scout ballon. És én, de én nem tudok ballont építeni, az nem baj. Hát túl sok ismeretem a játékban a repülésről nincsen. Most elindultam egy olyan irányba, hogy mint például a német Zeppelin is ugyebár, fölül vannak ezek a ballonok, és akkor alatta lesz valami tőke súlya, hogy nagyjából az egyensúly megmaradjon, mert nekem a legtöbbször a repülő járműveknél ez a probléma. És akkor most már csak azt kéne valahogy megoldani, hogy előre-hátra tudjon menni. Ez lesz amúgy talán a legnagyobb gond, mert fogalmam sincs, hogy egy ilyen gépet hogy kéne mozgásra bírni. Nem tudom, ezt hogy fogjuk csinálni, szerintem lehet az lesz, hogy vannak ezek a forgó propellerek, és továbbra is ezt tartom a legstabilabb dolognak. És az lesz, hogy ezeket így ide belőjük. És akkor ez lesz majd maga az irányító. Tehát ugye ezek lesznek, amik előre, hátra és oldalra, balra, jobbra fogják mozgatni az egész szerkezetet. És itt lent, középen lesz az, ami azért lesz ugyebár felelős, hogy leszedjük az ellenséget. Most úgy állunk, hogy elég stabilnak tűnik a gép. Mondjuk ezt most biztos jól elszóltam, de hogy van egy raklapballonunk, meg vannak fölfele irányuló ilyen kis... mi ez? Napernyőink, és oldalra is tudok menni elméletileg. Tehát a nyilakkal irányítom ezeket a... ezt a hatot, amit van középen, és elméletileg, de most már csak azt kéne tudni, ugyebár szerintem a C-n, vagy az Y-on lesz maga a crossbow C. Oké, na most megpróbáljuk megtámadni az egyiket. Úristen, ez fantasztikus lesz. Oké, jaj, ne. Ó, meg vagyunk, don't panic, jövünk vissza. Törünk fel, mint a talajvíz. Odafigyelj. Megyünk és támadó pozíciót felvenni. Oké, na most azt kéne, hogy igen, kicsit lentebb. Hát azért kicsit ing. Jaha, hát na persze tökülön, hogyha látnám merre célzok. Ha egy kicsit oldalra kéne menni. Hú, amúgy ez rohadt jó. Ne! A si... Ó! Oké, egy megvan. A sirályok kidurantják a ballonomat. Ez nem jó. Hú, ez nagyon baj. Hú, basszus. Basszus, nőj el odáig! Nem, igazából nincs baj. Nincs annyira nagy baj.
Ez tök jó ez a repülés. Csak nyilván ezt még gyakorolnom kell majd. Megyünk közelebb, egy pár balon kidurran. Nem is értettem, hogy mit keresnek itt a sirályok, azt időszor azt hittem, hogy csak effekt. Hát végül is... Jaj, nem csak az! Jaj, nem jó, nem jó. Fú, kicsit piros lett az egyik. Hát nem beszíneztük, így festünk. Sirállyal. Hopp! Ó, ez az! Ne szívassam már, ha hagyd lőjek már le még egyet. Várj egy kicsit, te. Ez az. Gyerünk, gyerünk, menj odébb. Ez nagyon jó ez a repülő szerkezet. Mondanám, hogy mostantól csak repülő szerkezeteket fogunk építeni, de ez is mekkora bakker, és van rajta összesen... ez is megvan. Van rajta összesen 6 darab, vagy bocsánat, 8 ilyen kis ípuska. Úgyhogy gondolom mindenki egy dolgot majd még szeretne látni, hogy hogyan törik össze. Mindjárt lezuhanunk. Ez az. Megnézzük, hogy hova esnek alá a mélybe. Ups! Hát, az szétesett. Jó, hát nézzük meg a következő pályát, ezt most már nem garantálom, hogy meg fogjuk csinálni, főleg, hogyha repülni kell. Research Insignia, ezt nem is tudom micsoda. Legközelebb ezzel a pályával fogjuk folytatni. Hát a komment szekcióba írjátok le, hogy hogy tetszett az első repülő járművem. Szerintem kifejezetten jó lett ahhoz képest, hogy most ez egy ilyen first try volt. Aztán majd legközelebb építünk jobbakat. Amúgy gondolkodtam menet közben, mert először így fogalom nem volt, hogy mit csináljak, hogy valami repülőt kéne csinálni. Mert lehet, hogy jobban járnék, és ha jól megcsinom az irányítást, akkor igazából végül jobban is járhatok vele. De majd legközelebb repülőzünk. Úgyhogy köszönöm szépen, hogyha velem tartottatok, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, illetve ha szeretnétek és még nem tettetek volna, meg iratkozzatok fel. Én Stark voltam, jók legyetek, sziasztok!